A múlt héten két kormány ablak átadására is sor került Nyíregyházán. Ezek fizikailag is nagyon közel vannak egymáshoz. Az egyik az úgynevezett első generációs, már az ügyfelek által is ismert kormányablak, ami egyedüli volt annak idején a megyében, amely 2013. január 3-án megnyitott. Ez a Hősök tere 3 szám alatt található, és új típusú kormányablakká alakult át. Ez egy fizikai átalakítást is jelent, több ügyintéző dolgozik ott, tehát nagyobb helyen, kényelmesebben tudják az ügyfelek intézni az ügyeiket. A másik kormányablak a Kossuth tér 1 szám alatti kormányablak, amely az okmányiroda bázisán épült fel, amelyet átvettünk az önkormányzattól, illetve egy kis kialakítással változott, fizikailag újult meg. Azonban a szolgáltatás az mind a két helyen ugyanaz, tehát ugyanazokban az ügykörökben várjuk mind a két helyen a kedves ügyfeleinket, és itt szeretném elmondani, hogy valószínűleg a felújítás ideje miatt ugye át kellett szokniuk, mivel be volt zárva a Hősök tere 3 az ügyfeleknek a Kossuth tér 1 szám alá, de most már mind a két helyen ugyanolyan lelkesedéssel és kapacitással tessenek várjuk az ügyfeleket. Igen, mert körülbelül év végére várható az új időpontfoglaló rendszernek a kiépítése, és azt szeretnénk elkerülni mi is, hogy az egyik helyen esetleg hosszabb legyen a várakozási idő, a másik helyen pedig ne forduljanak meg az ügyfelek. Mindenkinek az a kényelmesebb, ügyfeleknek, ügyintézőknek, hogyha azonos ütemben tudunk dolgozni, és mindenki tudja gyorsan a saját ügyeit intézni, mint ahogy ez volt a kormányzati cél is. Nem volt könnyű döntés, hogy itt hagyjam a megyét. Úgy szoktam mondani, hogy kijártam azt az egyetemet, amit úgy hívnak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és így mertem elvállalni a Jászlik-Nuszolok megyei katasztrófa védelmi igazgatói beosztást, mert a két megyének nagyon hasonló egyébként a veszélyeztetettség, ott is az Ár és Belvíz a fő veszélyeztetettség, csak ott sokkal több idő van a felkészülésre. Itt nálunk Szabolcsba 5-6 óra múlva egy olyan árvízi helyzet alakulhat ki, ami nagyon komoly problémákat okozhat. Ezen kívül pedig ugye Jászlik-Nuszolok ugye nincsenek országhatára, csak 7 megyével határos. Nekem itt már olyan feladatom lesz, hogy mind a román, mind az ukrán katasztrofavédelmi szervekkel egy nagyon komoly szakmai kapcsolatot kell, hogy kialakítsak. Ennek nagyon fontos az információ, hogy időbe érkezzen, hogy fel tudjunk készülni, és a védekezésük sikeres. Mondhatom azt is, hogy napi szintű, és az sem árt, hogyha baráti kapcsolat van, nem csak egy ilyen informális hivatalos. Bizony a szakmai kapcsolatokon túl nyúló baráti kapcsolatokra is szükség van ilyen esetekben, mert sokszor ezen a dolgon nagyon sok minden múlik. Nem baj, hogyha az embernek van egy telefonszám, amit fel tud hívni, és fel is veszik esetleg egy-egy helyzetben. No hát mi a magunk részéről nyilván kívánunk neked sok-sok sikert, és minden terv megvalósítására sok-sok erőt, kitartást. A szervezeti állapot az rendben van, egy jó csapatot kaptál, gondolom, hogy ezt meg tudod erősíteni. Nyilván nem azért jöttem ide, hogy rendet csináljak, hiszen ez az igazgatóság az elmúlt 15 évben mindig az élejáró igazgatóságok között működött, úgy olyannyira, hogy 2013-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt az első az igazgatóságok rangsorában. Igaz, az általán vezetett Szolnok akkor az elején volt neked is négy között hozzá. Negyedik helyet érte el. Nyilván ez egy sokkal komolyabb feladat mindenféle szempontból, tehát itt egyrészt nagyobb a lakosságnak a létszáma, kevesebb idő van a felkészülésre, több a veszélyes üzem, autópályánk van. Tehát egyébként a maga a személyállománynak a nagysága is többen vagyunk, sokrétűbb a feladatunk, és sokkal több eseményünk van. Tehát van, most nézem, a napi jelentések alapján szinte dupla beavatkozásaink vannak.